tudománynak feladata a vallás metafizikai kérdések vizsgálata, vagy itt a tudomány túllép a saját kompetenciáján? Többen felhozták a megszólalók között, és egyetértek vele, hogy vannak olyan kérdések, amikben a tudomány nem kompetens. De lehet, hogy úgy ítélitek meg, hogy mi vallásilag itt mind elfogultak vagyunk, és valójában a háttérben a tudomány már mindent megválaszolt. Ennek a kiküszöbölésére mélyreható beszélgetést folytattam a legmodernebb mesterséges intelligenciával, amiről azt írják, hogy mindent tud. Az összes honlapnak a tartalma benne van, az összes tudományos folyóiratnak a cikkei, az összes tudományos könyv, és én voltam ilyen pimasz, és azt kérdeztem tőle, hogy mit nem tud a tudomány? Szóval, hogy az emberiség több száz vagy akár több ezer éves felhalmozott emberi tudásával meddig jutottunk, és mik azok a kritikus kérdések, amikre nem tud választ adni a tudomány. Most stílusosan ezt géphangon fogom felolvastatni, ezt a pár mondatot, egy perc. Az alábbi kérdésekre jelenleg nem tud választ adni a tudomány. Mi okozta az univerzum létrejöttét? Hogyan keletkezett az élet? Honnan származik a genetikai kód? Mi okozza a tudatosságot? Mi okozza a testből való kilépés tapasztalatát a halál közeli élmények során? Mi az oka az öregedésnek és a halálnak? Van-e élet a halál után? Van-e lélek vagy valamilyen szellemi dimenzió? Mi a célja az emberi életnek? A modern tudomány egy 3-400 évre visszatekintő emberi vállalkozás, ami szisztematikusan gyűjti és rendszerezi az információkat, csak erre nem tudja még mindig a választ. Honnan jöttünk, kik vagyunk, és hová megyünk. Nem azt jelenti, hogy nem akarja megtalálni a választ. Ahogy mondtunk, az eredet kérdésekre nagyon nagy garral vetette rá magát a tudomány, és tesz kijelentéseket erre vonatkozóan, de a végeredmény ugye az, hogy nincs válasz. Ugye olyan válaszokba menekülnek, ugye Stephen Hawkingtól olvastam egy könyvet ezzel kapcsolatban, a Nagy Terv, az volt a címe, amiben egy mondatban úgy válaszolja meg a világ eredetét, hogy a gravitáció törvényének köszönhetően az univerzum képes volt arra, hogy létrehozza magát a semmiből. Itt rögtön érezzük, hogy ez nem egy ilyen tudományosan megalapozott dolog, hanem ahogy utalt rá Dénes is, hogy nagy tekintélyű emberek szeretnek nagy világnézeti kijelentéseket tenni, és mivel nagy tekintélyük van, ugye a tudomány egy rendkívüli tekintély a modern korban, akkor az emberek világnézeti kérdésekben is hisznek nekik, vagy azt gondolják, hogy ez valami alátámasztott elképzelés. De van egy kritikusa Hawkingnak ezen a téren, John Lennox nevű oxfordi matematikus, ő pedig írt egy kritikus könyvet Hawkingról, aminek röviden a lényege az, hogy a butaság akkor is butaság, ha egy nagy ember mondja. Szóval nincsenek megválaszolva ezek a kérdések, és könnyen lehet, hogy itt igen, a tudomány megpróbál metafizikai kérdéseket anyagi módszerekkel megválaszolni, és ez nem fog menni, ahogy a klasszikus pesti viccben van, Pistikével, aki járkál a lámpa alatt, és keres valamit, a rendőrbácsi oda megy hozzá, és kérdezi tőle, hogy Pistike, mit keresel? Hát a kulcsomat, rendőrbácsi. Majd én segítek. Fél óráig sétálnak a lámpa alatt, mire a rendőr hirtelen megáll. Pistike, állj! Itt vesztetted el azt a kulcsot? Nem, rendőrbácsi, ott hátul a bokroknál. Hát akkor miért itt keressük? Hát mert itt a lámpa alatt van fény. Szóval a viccnek a spirituális tanulsága az, hogyha az anyagban keressünk valamire a választ, amire nem az anyagban rejlik a válasz, akkor azt soha nem fogjuk megtalálni. Ugye itt két megközelítés van ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, hogy a tudomány már nyomon van, ugye általában ezt mondják, és már csak az idő választ el, ugye, de hány száz évig lehet ezt mondani, hogy már csak az idő választ el, hogy itt igazából úgy tűnik, hogy nincs a végső kérdése, nincs válasz, hogy igen, lehet, hogy volt egy ősrobbanás, de az ősrobbanás nem az első ok. Az ősrobbanás az első okozat. Mi okozta az ősrobbanást? Ugye erre nincsen, és ezt néhol úgy a sorok között bevallják a témával foglalkozó tudósok, és a ChatGPT az van elég őszinte, hogy megmondja, hogy erre nincs válasz. Mi az élet? Nincs rá válasz. Hogy jött létre? Nincs rá válasz. Mi a tudat? Nincs rá válasz. Mi történik a halál után? Nincs rá válasz. Mi történik a halál közeli élményekkor? Lehet, hogy egy részét meg tudja válaszolni a tudomány az ilyen érzeteknek, de azt, hogy valaki egy testen kívüli pontból látja a saját testét kómában, és utána elmondja, hogy mi történt, és miről beszélgettek az orvosok, és mi van a szomszéd kórteremben ugyanakkor, erre nincsen racionális válasz, mert pestiesen szólva a fejünkből nézünk ki. Hogy nézünk le a fejünkre? Ugye? Ez csak úgy lehet, hogyha a tudat képes elválni a testtől, ha mi nem a testünk vagyunk, hanem szellemi lények vagyunk, amit mindegyik vallás mond, vagy legalább szellemi lények is.